Jó reggelt! Hello, sziasztok! Dencsi Krisztina vagyok, és nemrég keltünk fel Rékával, a barátnőmmel, akivel együtt megyünk a Voltra. 9 van, szóval nagyjából egy 3-4 óra múlva kell elindulnunk. Ahogy látjátok, nekem vizes még a hajam, szóval meg kell szállítani, és minket elkészíteni, összepakolni, kaját csinálni az útra, stb. De már nagyon izgatott vagyok, nagyon várom, hogy végre ott legyünk, és hát nézzétek! Azért próbálkozom. Azért szerintem már lényegesen lakultam. Igen, igen. Hasonlóan érzek én is. De azért ne bár mindent. Megdomáltuk. Meg amúgy én ugyanúgy szeretek sunkálni, mint ezt. Nem azért mondtam, hogy ne csinálják, mert azt is szállak, hanem azért meg szeretek sunkálni. Jó, gondoltam. Most végre ide érkeztünk a Voltra. Most még Rékáék elmentek a barátjával be Sopronba. Mi meg várjuk, hogy Levi, hogy Levinek is megjöjjön a jegye, és aztán megyünk végre. És most már jól esne egy kis hideg innivaló, mert brutál meleg van, valami 32 fok. Oh,
talk when you take my hand. I say, honey, would you like to be my only friend? When your smile is hot, so never stop. You're playing with my heart and bringing me to the top. When you're here, when you're there, when you're waving your hair, moving like a star and acting everywhere. So carefully, I'm running out to you. Call me. Mindjárt jön az Ignite koncert, azért gyülekezik a tömeg. És
egyszer még ugrott volna, volt egy forma, aki megfogta és telibe rúgta. A gyerek elvágódott. Ugye úgy van az ilyen hátkor, meg az ilyen dolgokban, hogy felszedjük egymást. De nekem senki nem szedte föl. A gyereket mindenki rúgta. Basszus! A gyerek fölállt, aki megint így ment seggelőre. Megfogta mindenki, és amit láttál, kezet, lábat, könyöket, fejet, fogat, mindent. Na, a gyerek meg fehér pólóval, szerintem itt van valami. Másik gyerek fölrakadta magát, a következő másodperc elindul az elej, és megnyílik alatt a moskvét. És mindenki... egy srácnál, aki szintén itt volt a Volton. És ő is Pestre megy fel, és azt mondta, hogy elvileg hátszor visz minket. Mi ketten megyünk, meg a Levi. Össze kellene lassan szedni a sátrat, meg Tominak is magához térni. A cuccaimat nagy részt összeszedtem. És most sétálunk a járni. Elég sokan jönnek éppen erre.
túl vagyunk kettő óriási, szuper finom hotdogon, és most már csak várjuk a kocsinkat. És mit jöttek onnan? Kínai szedtek ki, nem tudom. Hát, ez a hozos kaja. Készítik a kukából, eldobta a gyerekek. Megnőttök, ne legyenek már. Mert akkor ti is a kukából fogtok enni, mint ez a két ilyen. Figyeljetek az egészséges táplálkozásra. Végre úton vagyunk hazafelé, de még nagyjából egy másfél óra. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, remélem tetszett. Ha igen, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!